beszéltem erről a kis dobozkáról. Ez az én születésnapi ajándékom magamtól. Igen, ugyanis nem sokára születésnapom van. Ma van a 7-e. 5 nap múlva pontosan meg fogok születni. Igen, hát mi lehet ebben a dobozban? Ez egy kérdés még, de nem sokára ki fog derülni. Viszont most mennem kell edzeni, mivel péntek van, és reggel van, és menni kell edzeni. Hétbe kocsival közlekedni már nem divat. Ezért úgy döntöttem, hogy lecserélem erre. Kész? Na, mit szóltok hozzá? Látjátok, megjött a hoverboardom abba a dobozba, amit tegnap még nem mondottam fel, és amit ma reggel is az ölembe tartottam. Hát akkor nézzük meg, hogy működik. Mit szóltok, bekapcsoljuk? A lányok nagyon örülnek neki. Nagyon remélem, hogy nem fogok lehuppanni róla. Rajta vagyok! Rajta vagyok! Juppi! Na, elindultunk, úgyhogy annyira gáz nem lehet. Elindultunk, nem tudom, mennyire szereti az esőt, vagy mennyire nem, de én attól függetlenül kipróbálom most esőbe. Iszonyatosan esik az eső, ha jobb idő lesz, akkor többet fogok kint lenni itt a szabadban ezzel a kis hoverboardral. De most mennem kell, mivel ügyféltalálkozóm is van, megszakad az eső. Hát ez volt a dobozban, ha tetszik, akkor lájkoljátok be a videót. Akkor ilyen ez volt, amikor egy csattagos lepkét toltál. Na, akkor gyere ide, igen. Elég. Gyere! De hogy működik? Ne gondolkodjál, csak induljál, mintha el akarnál indulni. Induljál el! Ne gondolkodj! Ne gondolkodj, Robi, csak induljál! Egyenesedjél ki! A gondolatomat olvassa! De előre nézzél, mintha menni, mintha járnál. Ne stresszelj, csak lazítsál, azt induljál! Egyenesen! Menni! Fordulj meg! Csinálj le erre születtem! Ennyi volt a gyors irodai munka a mai napra. Megyek évékért és utána... Jaj! Utána irány Szeged ajándékot vásárolni nekem. Születésnapi ajándékot! Találkozunk Szegeden! Ha minden igaz, akkor megvan a születésnapi ajándékom, de elméletileg még nem kaphatom meg. Mennyi? Ja, 5 napot kell várni rá, hogy megkaphassam. Az azért gáz, nem? Sőszi a kamera. El kell mondjam, hogy az ilyen vásárlások után körülbelül egy 2-3 centivel biztos, hogy rövidebb vagyok. Nagyon el vagyok fáradva. Ti is el vagytok fáradva. Nem.
Mindenki el van fáradt. Milyen napok? Glamour napok vannak. Ilyenkor alig vannak itt. Az azt jelenti, hogy nincsenek sokan. Parkolót alig lehet találni. A tegnapi English breakfastnak a gáza, az még most próbál belőlem távozni. Úgyhogy egy kicsit feszülten érzem magam. Itt van a lánya. És Gabu nem bír a kirőgésnél. Végre itthon vagyunk, és gurulhatok egy pár percig még fürdetés előtt. Igaz, hogy már 7 óra bőven el van múlva, úgyhogy a fürdetés az most egy picit kitolódik. És az a helyzet, hogy ma nem volt nagyon alkalmam hoverboardozni, mivel hogy egyrészt is volt az idő, másrészt nem voltunk ugye itthon. Szegedre meg ugye nem vihettem magammal. De egyszer lehet, hogy kipróbálom azt is, hogy elviszem magammal a plázába, és ezt fogom használni. Az mondjuk nincs kírva a plázában, hogy nem lehet hoverboarddal közlekedni. Gyerekek, ez a glamour napok, ez valami hihetetlen. Sok embert képzeljetek el egy kis helyen, illetve egy nagy helyen, csak annyian vannak, hogy úgy néz ki, mint hogy kis helyen lennénk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, jó szombat délutánt, illetve szombatot. Igaz, hogy most péntek van, de ugye ma szombat van. Az új nézőket, azokat köszöntöm a csatornán. Tök jó, hogy ez itt forog. Ha tetszik a vlog, akkor iratkozzatok fel, hogy ne hagyjatok ki egyetlen egy részt sem. Sziasztok! Így jó lesz a ventilátornak, nem? Aha. Oh, fuck. Ó, elszédültem. Thank you.